Szerintem jelenleg két fontosabb kérdés merül fel a magyar társadalommal kapcsolatban. Az egyik az az, hogy hogyan van az, hogy emberek még mindig képesek egy ilyen kormánypártra szavazni, ami gyakorlatilag ezerrel oligarchizál, ellop mindent, és ahol bárki szembe jön, azt letapossa, és kultúragyilkos, gyakorlatilag a kulturális intézményeinket is tönkretette. Ez az egyik fontos kérdés. Miért szavaz még mindig oda valaki? A második fontos kérdés pedig az, hogy a társadalom ezt miért hagyja. Tehát a másik része miért hagyja. Mind a kettőről szerintem különböző elméleteket lehet felállítani. Én most az elsővel foglalkoznék ebben a videóban. Tehát akkor vegyük végig vajon, hogy mit tanulhatunk a különböző szerzőktől. Miért lesz valaki ilyen autoriter, és miért támogat egy ilyen rezsimet? Jó, tehát jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit! Tehát a legelső tulajdonképpen ilyen szerző, akiről érdemes beszélnünk, az a Wilhelm Reich. Ugye Reich az hát alapvetően az első pár szerzők ilyen baloldali marxista alapon kritizálták még annak idején ugye a fasizmust, illetve a nácizmust. Reich el is menekült Németországból, előbb Svédországban, majd az Egyesült Államokban. Neki ugye az alap nagy tézise az volt, hogy gyakorlatilag a vallás, illetve a szexuális lefolytás az a forrása tulajdonképpen annak, hogy emberek ilyen borzasztóan autoriterek lesznek. Egyébként ő ezt nem csak ennyire sematizáltan értette, tehát hogyha elolvassatok a könyvet, akkor látjátok, hogy azért nem ennyire sematikus, érti, vagy ennyire sarkítva, de jó részt ezt terjedt egyébként erről. Tulajdonképpen az embereket már gyerekkoruktól kezdve bele nyomorítják bizonyos szerepekbe, és arra trenírozzák, hogy ezeknek a szerepeknek megfeleljenek. Erre viszont tökéletesen lehet felépíteni egy autoriter rendszert, egy autoriter világképet, pláne hogyha gyűlölni kell másokat, akik kiállnak a sorból, az végképp működik. Na most Reichet általában azért én azt szoktam mondani, hogy azért ilyen erős forráskritikával kezeljük, élete végére nagyon zavaros, nagyon gázos dolgai voltak. Tehát én nem feltétlenül szeretem annyira, mint például mondjuk Erich Frommot. Na most Fromm viszont zseniális, és nagyon ajánlanám mindenkinek. Ő egy egész ilyen komplex rendszert épít fel. Mit gondol, azt mondja, hogy tulajdonképpen a modern industriális társadalmakkal az emberek egyre magányosabbak lettek. Gyakorlatilag ez a magány, ez arról szól, hogy a régi kisközösségek felbomlottak, a család vagy a nagy család, az ilyen-olyan közösségek, ezeknek vége. Az ember egyre magányosabb. A vallás is egyébként másfajta funkciót tölt be, ott is magányosabbak. Ebből eredően keresnek valamilyen másik közösséget, és ezt a másik közösséget, ezt tulajdonképpen az államnak meg a nemzetnek egy ilyen mítosszerű megélésében érik meg, ami arról szól, hogy a magányos embert végre megbecsülik, végre ő valaki lehet, aki egyébként különben a gyárban csak egy szimpla senki lenne, itt végre ember lesz. És hát ezt látjuk, tehát mondjuk meg őszintén, azért hány olyan magyar ilyen szélsőjobber van, a Bedétől a nem tudom míg, akik egyébként mondjuk egy ilyen tudás alapú, industriális társadalomban sehol nem lennének. Tehát, hogy végre itt lehet valaki, itt kiélheti mondjuk a vágyait, itt gondolhatja azt, hogy ő jobb meg több másoknál, és akkor ráadásul erre még rájön az, ugye Frommnál, hogy van egy ilyen kvázi apa szerep, tehát bizonyos értelemben a nagy vezető meg a nagy vezér az úgy működik, mint az apa, és gyakorlatilag ezt a funkciót betölti fölülről, és innentől kezdve az egyén az tulajdonképpen egyfajta ilyen sajátságos viszonyrendszert alakít ki ezzel a közösséggel, ezzel a szélsőséges közösséggel szemben, illetve egyébként annak a vezetőjével szemben is, aki egyébként nyilvánvalóan valami fajta ilyen szadizmus salál hozzá egyébként az embereihez, de akik mondjuk erre szavaznak, azok ezt valahol élvezik is. Ugye Adorno, Theodor Adorno, szintén ugye ebből az iskolából, frankfurti iskola,
egy F-skálát csinált arra, hogy megméri, hogy ki mennyire fasiszta, és ezek mindegyik ugye a második világháború után, és akkor ennek volt a különböző elemei. Megmondom őszintén, egyrészt túl bonyolultnak gondolom, meg bizonyos részeivel nem értek egyet, amit Adorno csinált. Ezért én inkább az Altemeyert szoktam emlegetni, itt ezen a vlogon is már emlegettem, ugye a Bob Altemeyer, ő egy kanadai tudós, és hát az Altemeyer az azt mondta, hogy ezek az autoriterek, ezek tulajdonképpen konformisták, vezérelvűek, tehát vezérelvűek, konformisták, illetve a másként gondolkodókkal szemben kirekesztőek. Tehát tulajdonképpen ebből a háromból áll, illetve hát maguk alá akarják gyűrni őket. Ebből a háromból áll össze az, amit ma jobboldali autoritarianizmusnak hívunk. Altemeyer azt is gondolja, hogy egyrészt magasabb a veszélyérzetük, tehát rettegnek mindentől. Ezt Magyarországon is látni, tehát az átlag ilyen jobboldali, aki még jobboldali maradt, annak egyébként a veszélyérzete az sokkal magasabb, mint a többieknek. Nézzük meg, az agressziójuk az részben ebből jön, tehát hogy félnek eleve, félnek attól, hogy majd a liberálisok elfoglalnak mindent, hogy neki nem lesz munkahelye. A jobboldalak mindig azt harsogják, hogy őket mindenhonnan kizárták ebből az országból, ami nem igaz, a jó részük egész normálisan el volt egyébként. Lehet, hogy az ilyen-olyan körökben, nem tudom, akárhol a CEU-tól a bármeddig nem vették be, de ettől függetlenül egyébként működhettek és élhettek. Ők ezt kizárásnak érik meg, és szerintem pontosan azért, mert amúgy sokkal magasabb a félelem szintjük. Gyakorlatilag ugyanez a meleg kérdéssel is, bármivel, nem arról van szó, hogy ők csak úgy utálkoznának, hanem tényleg retteg a csapat jó része. Ugye Altemeyer csinált egy játékot egy egyetemen, ami arról szólt, hogy az egyetemisták különböző államokat képviseltek, és amikor jobboldali autoriterek játszottak egymással, ott mindig katasztrofális eredmény született, annyira féltek, hogy általában lebombázták egymást, a földbolygó kihalt, afrikai éhínségét nem sikerült megoldani, és gyakorlatilag egy ilyen, a 10 milliárdból 5 milliárd embert megöltek, és egy teljesen alulműködő nemzetközi kooperációt sikerült építeni. És hát erre, én ennek a jeleit nagyon erősen látom Magyarországon. Ugye Altemeyer már a Trump választása előtt azt mondta, hogy az amerikaiaknál olyan 21% körül satszolja azoknak az arányát, jobboldali szavazóknak arányát, aki kemény diehard autoriter, és akkor erre még rájön a többi. Tehát én nem mondom, hogy az összes Fidesz szavazó ilyen, de a jó része egyébként ilyen. És ehhez ugye kapcsolódik a kiválasztottságtudat, amikor megmondja másnak, hogy mit csináljon, ugye ilyen kvázi ilyen felkentként ugye megmagyarázhatja, hogy mit csináljon. Na most ami lényeges az, hogy egyébként az autoriterek nagyon meg tudják változtatni a viselkedésüket, hogyha tömeges ellenállással találkoznak. Ez az, amire Altemeyer azt mondja, nézzük meg az Egyesült Államokban mennyivel elfogadottabb ma már ugye melegnek lenni. Azért egyébként, mert általánosan elfogadott, innentől kezdve viszont van egy nyomás, és egyébként erre a nyomásra ők hajlanak. Tehát nem igaz az, hogy semennyire sem hajlandóak változni. Na most ebből az autoriter mentalitásból eredően egyébként a diszkrimináció is működik. Tehát, hogyha mondjuk valaki az ő csoportjukból követel valamit, akkor azt felmentik, bűncselekményt, bármit, a rendőr megver valakit, és ugye ezeknek az egyes ilyen hatóságoknak is a túltisztelete jelen van. Ha valaki a túloldalból, akkor viszont ott teljes kettős mérce van, és akkor azt gyűlölni kell és le kell taposni. Na most az autoritereket általában egy ilyen szociálisan domináns ember vezeti, aki nem feltétlenül autoriter, lehet, hogy az, de ez egy másik jellemvonás. A szociálisan dominánsak azok inkább arról szólnak, hogy be tudják csapni az autoriter követőket. Az autoriterek nagyon hiszékenyek. A véleményük az nem a valóságra épít, ilyen emocionális véleményük van, és mindig tudnak valami más baromságot előkapni. És pontosan ezért, mert ugye ilyen érzelmi alapon gondolkodnak, ezért csak egy olyan vezető kell, aki ezekre az érzelmekre rá tud játszani. Amit csinálnak, az arról is szól, hogy nagyon-nagyon megvezethetőek. Ha megnézzük, ez nálunk is van, tehát nézzük meg mondjuk az Orbán Viktor, az szerintem mennyivel szabadabb, mint mondjuk a követői. A követői azok nyakig fölrántják a gatyát, és mennek mögötte ilyen tényleg így.
kicsit ilyen rettegve, ilyen ügalitus komponista módon beállunk és így csináljuk, míg mondjuk a vezér az egyébként szabad. Pontosan a szociális dominancia az egyébként arról szól valahol, hogy a híveit az be tudja csapni és motiválni tudja. Volt egy olyan csoport, tudósok olyan csoportja, akik pedig mindig is az ilyen konformizmus alapján indultak el. Ők azt vizsgálták, hogy vajon az emberek csoportnyomás alatt hogyan működnek. Ugye ilyen volt a például a Milgram, aki a Yale-en csinált egy ilyen kísérletet, ami arról szólt, hogy emberek csapkodtak, ugye volt egy éles professzor, két ember, az egyik kezelte az áramot, idézőjelbe, tehát nem volt benne valójában áram, de hogy elvileg megbízták azzal, hogy a másik embert azt csapkodja árammal, hogyha szól a professzor, és a jó részük az rendesen, akár agyon is csapta volna a másikat, mert annyira megbízott az autoritás. És több ilyen kísérlet is volt, ugye volt a börtön kísérlet, ami szintén hasonló. És ezzel ugye azt akarták igazolni ezek a tudósok, hogy az ember az konformista, és az autoritásra az emberek jó része úgy válaszol, hogy akár kegyetlenkedésre is képes. Na most ezeket a kísérleteket azért 80 oldalról szétszették, kritizálták, stb. Tehát ezek azért ilyen vitatható dolgok. Számos szerző újabban kiemeli azt, hogy amikor mondjuk adott egy vezér, aki följön, Trump, Orbán Viktor, mit tudom én, akár Macron, vagy akár Merkel is egyébként, de ez az a szélső jobbnál különösen érdekes, följön egy-egy ilyen vezér, akkor mondjuk az Orbán nézzük, akkor ő testesíti meg azokat az értékeket, amiket a híveik követnek. Tehát ez arról szól valahol, hogy aki Orbán Viktorra szavaz, az azért szavaz rá, mert azt gondolja, hogy ez a manó, ez megtesztesít bizonyos értékeket. Tehát ő az, aki lemegy a hurkatörtő versenyre, a Józsikám, pálinkával ébredünk, tudok ám dekázni, hármat dekázok. Ezeket az értékeket, amiket egyébként én nem tartok értéknek, én ezeket egy ilyen bugyuta ostobaságnak tartom, ezeket testesíti meg, és a követői azok azt gondolják, hogy igen, ő az ideális ilyen politikus, mert azt csinálja, amit én. Ugyanez a Trumpnál, Trump az amerikai self-made man, a businessman, aki gátlástalan, nem tudom, mindenféle nőügye van, és itt tudom én, és azt gondolják, hogy igen, ezek azok az én értékeim, amiket én képviselek. Tehát az embereknek van egyfajta identitása, és aki ezt az identitást ezt jobban megjeleníti, arra fognak szavazni. Egyébként szerintem az ellenzéknél pontosan ez a problémás nálunk Magyarországon, hogy ott nagyon kevés olyan ember van, akire azt mondolnám, hogy bizonyos olyan szellemi, vagy olyasfajta értékeket képvisel, mint amiket mondjuk én, de akár mondjuk, amit az átlag nézőm is egyébként. Tehát most gondoljuk végig, hogy ki az, aki olyan, amire én azt mondanám, hogy igen, ez egy értelmes, normális ember, lehet ebben, abban nem értek egyet, de igen, azért hát egy kezemen meg tudnám számolni, de lehet, hogy még itt is az újakat le kéne vennem belőle. Tehát pontosan ez ott a probléma, és a túloldalon pedig ez pontosan ezért nem probléma. A szavazók jó része az azt gondolja, hogy kötődik a vezérhez, és pont ebből ered a besaphatóságuk is egyébként, hiszen ha olyan dolgokat mondasz, amik ők saját maguk számára értéknek élnek meg, akár mondjuk ez a xenofóbia, vagy ez a patriotizmusnak nevezett ilyen nacionalizmus, meg rasszizmus, akkor gyakorlatilag ezt szeretni fogják. Na most, ha megnézzük, akkor ennek az egész tudományos oldalnak újabban följön egy másik iránya, amivel én egyébként nagyon-nagyon szkeptikus vagyok. Tehát azt mondják például, hogy a szervezet bizonyos anyagokat kiválaszt, és mondjuk a konzervatívok azok egészen egyszerűen fiziológiailag is, nem vagyok orvos, tehát ők tudják ezt értelmesebben elmagyarázni, másként működnek, vagy másként viselkednek, mint a nem konzervatívok. Azt már más tészt, hogy azt nem tudják megmondani, hogy ez mikor alakult ki, tehát hogy ez hogyan alakult ki, hogy mit tudom én, a veszélyérzetük, ami bizonyos megint csak ilyen kémiai reakciók miatt létezik, ez amiatt lett ilyen, mert ők...
hát gyakorlatilag ilyen szélsőségesek, vagy és hozzászocializálódtak, vagy már előtte is ilyen volt. Jó, tehát hogy ez megint egy másik irány, és ezt különösen ott tartják érdekesnek, ahol mondjuk valaki liberális, de alapvetően xenofób, tehát idegengyűlölő elképzelései vannak, mert ott megtörik ez az egész, és jó rész rájuk fókuszál, mondjuk az egyik cikk, amit olvastam, de olvastam más cikkeket is. Most még egyszer, ezen utóbbi vélemények, kapcsolatosan én nagyon szkeptikus vagyok, én sokkal inkább a kultúrának az erejében hiszek, tehát abban, hogy létezik egyfajta ilyen jobboldali, szélsőséges kultúra Magyarországon, ez mindig is erős volt. És egyébként Magyarországon az is nagyon látványos, hogy ezzel nem tudnak mit kezdeni a túloldalon. Ilyen erős antifasiszta mozgalom van Németországban, az utcák tele vannak vele, mindenhol, kisvárosokban, nagyvárosokban is, pontosan azért, mert egyébként látják, hogy a múlt az valahol kísért egyébként jelenleg is. És ezért vannak tömegesen tüntetések és komoly társadalmi háttere van. Ez azért érdekes, mert az autoritereket, ugye ahogy mondtam is, jó részt így lehet megállítani, vagy így lehet egyáltalán hatni valamilyen formában rájuk. Lehet még jó szerzőket találni, meg érdekes elméleteket, ha bármilyen netek van, nyugodtan posztoljátok ki ide a komment szekcióban, mert egyébként minden érdekel, mindent örömmel elolvasok.